Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, hivatal dolgozóit, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenlétünk alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 11 fő, az ülés határozott, képes az ülést, megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket az alábbi kiegészítéssel. Pótnapirendként javaslom felvenni előterjesztés a Dévinél Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatójának megbízásának módosításáról. Indítványozom, hogy a pótnapirendről döntsünk, aki támogatja, hogy vegyük fel, kérem jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Van-e valakinek más napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a teljes napirendet, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy az 5. és 6. napirendi pontot, mivel taggyűlési napirendek zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület, aki ezzel egyetért, jelezze. Igen. Nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők, tájékoztatok mindenkit, hogy jövő év január 1-től az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények. A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi szervekből álló Klebersberg intézmény fenntartó központ végzi. 2012. november 9-én Budapesten az oktatásért felelős államtitkárság kinevezte a tankerületi igazgatókat. Örömünkre szolgál, hogy hivatalon dolgozója Kisné Sós Ágnes is megkapta kinevezését. További örömhír, hogy a Jászlóspun Szolnok megyei kormányhivatal részéről dr. Kálai Mária 2012. november 15-től határozott időre Hodos Juliannát, a humán szolgáltatási iroda vezetőjét járási biztosi feladatokkal bízta meg. Kacagváros önkormányzata nevében szívből gratulálok a megbízatásukhoz, munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánok. Őszintén megmondom, hogy én nagyon örülök, és mindannyian büszkék lehetünk, hogy városunkból került ki ez a két fontos pozíciónak a betöltő személye, a tankerület vezetése, illetve a járási hivatal vezetése is a hivatalból karcagi személy fogja ellátni. Ebben biztos vagyok, hogy az eddigi munkájukat ismerve, hogy nagyon jó és szép munkát, eredményes munkát fognak végezni. Valóban csak gratulálni tudok a kinevezésükhez, mindannyiunk nevében is. Sok erőt kívánok munkájukhoz. Tisztelt képviselőtestület, ezek után napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség. Kíván-e élni ezzel valaki? Kovács Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Én egy évvel ezelőtti felszólalásomra szeretnék visszahivatkozni, hiszen egy évvel ezelőtt ígéretet tettem az önkormányzatnak, hogy a tisztelt képviselőtestületet tájékoztatni fogom azokról a jogi lépésekről, amiket egy évvel ezelőtt megtettem. Talán sokan emlékeznek rá, hogy kereken egy esztendővel ezelőtt a tavalyi október 23-ai ünnepséget többen megzavarták, az ünnepi önkormányzati ülést többen megzavarták, táblával, transzparenssel, nem tudom milyen munkásőr ruhával, és amire nem is volt példa, én még történelmi feljegyzésekből sem emlékszek arra, hogy Karcagon bárki politikai szándékkal egy ünnepi önkormányzati ülést megzavart volna. Ez a személyemet annyiban érintette, hogy az akkori ünnepi szónok én lehettem, én kaptam azt a megtisztelő felkérést, hogy az ünnepi szónoklatot elmondhassam. Ennek volt előzménye is,
hiszen akkor a Karcegi Szebb Jövőt című újságba foglalkoztak az én személyemmel is, és utána a Karcegi Szebb Jövő újságnak, mint a bíróságon kiderült, a hivatalos internetes oldalán pedig egy személyemre és családomra rágalmazó megjegyzéseket tettek. Én akkor az önkormányzati ülésen azt mondtam, hogy jogi lépéseket fontolgatok, és megteszem a jogi lépéseket. Ez évben körülbelül 3 héttel ezelőtt megtörtént a bírósági ügy lezárása, igazából egy békéltetéssel történt meg. A bíróság kiderítette, hogy ki ennek az újságnak a főszerkesztője, a bíróságon kiderült, hogy ez az internetes oldal ennek az újságnak, a Karcegi Szebb Jövőt újságnak a hivatalos internetes oldala, bár egy kis intermezzó történt a bíróságon, hiszen a főszerkesztője ennek az újságnak és a főszerkesztőjének az ügyvédje eleinte tagadták, hogy bármi közük lett volna ehhez a bloghoz, hiszen azt mondták, hogy a rendőrség se tudta kideríteni, és ők nekik semmi közük ehhez a bloghoz, ehhez az internetes oldalhoz, mikor én mutattam, hogy a saját újságukba írták le, hogy ez a hivatalos internetes oldaluk. Ekkor megváltozott a vélemény, és azt mondták, hogy hajlandók az elnézést kérni tőlem és a családomtól. Itt a bírósági végzés is, amelyet én örömmel vettem tudomásul, hogy az internetes oldalukon le is közöltek, amely a jogsértéstől, mind Kovács Sándortól, mind családjától elnézést kérünk, így fejeződött be. Én részemről ezt az ügyet lezártnak is tekintem, hiszen nekem nem az volt a szándékom, hogy ezeket az embereket megbüntessék, bíróság elé citáljam. Nekem elég volt a bocsánatkérésük is. De ennek az ügynek több tanúsága is van, legalább 2. Az egyik tanúsága az, hogy bármennyire kívánja valaki a politikai hatalmat, bármennyire akar fogást vagy ütést találni politikai ellenfelein, itt Karcagon soha nem volt példa arra, hogy egymás családjának a múltját valós vagy vélt rágalmakkal próbáljuk besározni. Talán ez volt az első ilyen példa, aminek ez a bírósági végzés pontot is tett a végére. A másik tanúsága az, hogy itt nem csak velem szemben történt sértés, hanem emlékezzünk vissza, a karcagi önkormányzati ülés bekerült az országos médiába. Október 23-án este néhány budapesti megemlékezésről és Karcagról szóltak a hírek. Bekerültünk, hogy a karcagi megemlékezést munkásőr vagy pufajkás ruhába öltözöttek, zavarták meg. Ilyenre nem volt példa, ilyen szégyenre Karcagon nem tudom mikor volt utoljára példa. És azok az emberek, akik ide szervezték talán Kunmadarasról azt a illető úriembert, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, aki itt a karcagi önkormányzati ülésen, a karcagi ünnepi önkormányzati ülésen, amikor diplomaták, kitüntetettek, Karcag jeles személyiségei ültek itt, ide szervezték, és itt rendbontást, rendzavarást, tüntetést, vagy valamilyen bohóckodást hajtott végre, néhány ember mellette állt, néhány ember biztatta, akik most ülnek, úgymond sunyítanak, és még annyit sem mondtak, hogy elnézést tisztelt Karcag, elnézést tisztelt önkormányzat, elnézést tisztelt polgármester úr. Akkor tévedtünk, akkor olyan indulat volt bennünk, hogy azt hittük, hogy most itt fogást találunk valakin, tévedtünk, hibáztunk, szégyent hoztunk Karcagra, és ezért akár polgármester úrtól, akár az önkormányzattól elnézést kérünk. Nem tőlem, hiszen nekem az én ügyemet a bíróság lezárta. De bekerültünk, Karcag városa bekerült az országos médiába, szégyenbe kerültünk azért, hogy egy szép állami ünnepet itt Karcagon megzavartak politikai szándékkal, és ennek azért politikai felelősei is vannak. És ezek ülnek, sunyítanak, és még annyit sem mondtak akár itt az önkormányzat ülésen, vagy az újságjukban, hogy elnézést, tévedtünk, nem kellett volna ezt ide szervezni, nem kellett volna az ünnepi önkormányzati ülést, a nemzeti ünnepünket megzavarni alantas, kicsinyes politikai szándékunk miatt. Én csak ennyit szerettem volna mondani, lehet, hogy ez a kérés túl nagy ezektől az emberektől. Én úgy gondolom, hogy a tisztesség és a becsület néha megkívánja, hogy merjünk kiállni, nem csak névtelenül, nem csak titokban,
merjünk kiállni akkor is, amikor jót tettünk, de akkor is, amikor hibáztunk, ezt merjük elismerni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás, napirend előtt? Karcagi Nagy Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, kedves televíziónézők. Egy évvel ezelőtt én is hangot adtam felháborodásomnak, amely az október 23-ai ünnepi önkormányzatülésen történt. A fennkölt ünnepi hangulatot, a fennkölt ünnepi megemlékezést a Jobbik karcagi szervezete egy otromba és ide nem illő cselekménnyel sértette meg. Ráadásul ezt úgy követték el, hogy ők nem adták igazából az arcukat ehhez a dologhoz, hiszen, ahogy akkor fogalmaztam, talán találó is egy vendégmunkást hívtak ide, akit mi nem is ismertünk, föltartotta a táblát, és úgy, ahogy Kovács Sándor képviselőtársunk elmondta, bizony-bizony itt a karcag jeles személyiségei előtt, jeles vendégeink előtt, hát igen-igen nagy szégyent hoztak ránk. Ezt követően egy egyéb média felületen valótlanságokat állítottak, amelynek hát ez a bírósági idézet is lett a következménye. Én nem tudom, hogy az ilyen viselkedés hosszabb távon tervezi a Jobbik karcagi szervezete, hiszen már több képviselőt részünkről újságjaikban is különböző médiafelületeken megsértettek, megbántottak. A kampányban, emlékszem, felidéztek olyan különböző beosztásokhoz kapcsolódó dolgokat, ami nem fette szintén a valóságot, ezzel hergelve a köztudatot és a karcagiakat. Én arra szeretném kérni őket, hogy ne sértegessék a képviselőket, ne sértegessék a képviselőtársaikat, és pláne ne a családjaikat, úgy, ahogy Kovács Sándor képviselő úr esetében ez megtörtént. Köszönöm. Köszönöm szépen. Andrássy András képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr, a lehetőséget. És hát annyiban reagálnék az elhangzottakra, hogy valóban a bíróság arra kötelezett bennünket, hogy kérjünk elnézést Kovács Sándor képviselő úrtól. Ezt megtettük azon a fórumon, ahol a sértés megtörtént. Úgy gondolom, hogy a médiákban megjelent, és ezt mind a két képviselő elfelejti megemlíteni, hogy úgy a Szoljontól, a Karcag Televízió és a többieknek sajtóhelyre igazítást kellett közölniük. Igen, mégpedig azért, mert elkövették azt a hibát, hogy összemosták ezt a két történetet, amit itt önök szintén megtesznek. Két különböző dologról beszélünk. Történt egy sajtóaffér, amiben sajnálatos módon megsértettük Kovács Sándort és családját. Ezért elnézést is kértünk. A többiről nem döntött a bíróság. Az, hogy egyébként kisértődik meg, és miért sértődik meg, az úgy gondolom, hogy akinek nem inge, ne vegye magára. Egyébként meg, hogy mennyire hozzuk szégyenbe a várost? Uraim, számos olyan hír megy innen a városból el, ami igen komoly szégyent hoz erre a városra. Például, amikor tolószékes embert rabolnak ki a piactéren. Bizony, ez szégyen a városra nézve. És ez legalább akkora hír, mint ez a történet. És még egy számos sok dolgot említhetnénk. Én úgy gondolom, hogy aki politikai babérokra tör, és itt ül, és képviselő, annak bizonyos szinten el kell ezeket a történeteket és ezeket az eseteket viselni. Uraim, önök most jelen pillanatban abszolút többséget alkotnak ebbe a testületbe. Azt, hogy éri személy szerint kritika a munkájukat, személyüket, hát bizony ez beletartozik a politikába, ha jól emlékszem, a bíróságon is, a bíró úrról, vagy a bíró részéről is elhangzott ugyanezt, hogy van egy bizonyos
határ, amit aki a politikában van, annak ezt bizony el kell viselnie és tűrnie. Úgy gondolom, hogy ha valamit szóvá teszünk, azt a kritika hangjával tesszük szóvá. Legtöbb esetben nyilvánvalóan mi is tévedhetünk, mert tévedhetetlen ember nincs, gondolom önök sem tévedhetetlenek. Vagy ha igen, akkor szerintem egy kicsit magasabban van a helyük. Úgy Isten mellett rögtön. Tehát úgy gondolom, hogy mindenki tévedhet, és önök is, nyilvánvalóan mi is. Tehát ha valamiben tévedünk, akkor előre is elnézést kérek. De minden olyan kritika és minden olyan megjegyzés, ami elhangzik részünkről, vagy megírunk, az jobbító szándékú és nem ártó szándékú. Ezt tessék tudomásul venni. Nem azért emlegettük azt, hogy a városnak mennyi az adósságállománya, mert az nekünk annyira tetszik. Vagy majd adott esetben mi politikai babérokra törünk. Nem, uraim, nem. Azért, mert annyi volt az adóssága. Kész. Tehát más dolog valamit elhallgatni, és más dolog valamit közölni. Számtalan ilyen eset volt egyébként az elmúlt két évben. Nem akarok arra hivatkozni. Felesleges is egyébként. Mindenesetre a sunyiságot és a lapítós dolgot azt most kérem ki magamnak, sosem voltam sunyi. Én úgy gondolom, hogy a mi társaságunk az, amelyik sok mindent el lehet rólunk mondani, egy dolgot nem, hogy gyávák és sunyik vagyunk. Tehát ezt mindenféleképpen visszautasítanám. Köszönöm. Van-e további jelentkezés napi rendek előtt? Dr. Lukács László, képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Hát egy kicsit úgy viselkedünk, mint egy megsértett primadonna társulat. Tehát én úgy érzem, hogy mindannyian körülbelül úgy, mint ilyen lányos énnel állunk ehhez a vitához, és mindenki a saját igazát bizonygatja. Amit előttem képviselő úr is elmondott, tény és való, és ezt jól mondta, a bíróság megtette azt, amit úgymond a két lány primadonna nem tudott eldönteni egymás között, elfogadta egymás felé bocsánatkérés, az egyik fél felé a bocsánatkérést, megtették azt, amit kellett. Volt közöttük egy ember, aki rendet tett. A másik az viszont ez kicsit, ha nem is személyemre, de talán arra a csoportosulásra, amit én képviselek, és az ideológia, amit képviselek, arra bántóan hatott, hogy mi megzavartuk ezt az október 23-ai, hát nem ünnepet, hanem inkább megemlékezést. Tehát én úgy gondolom, hogy senki nem zavarta meg. Ez egy tábla volt, felmutatta valaki, hogy az AVL szelleme tovább él, ez semmi más nem volt, mint egy a szabad vélemény nyilvánításba tartozó üzenet, valamilyen kikiáltás. Gyakorlatilag ezt nem beordibálták, nem hordták végig, nem kísértek különösebb színjáték, és mi sem bizonyítja jobban, mint beszéltem a sajtó munkatársaival még utána, sokan észre se vették közülük, hogy mit történt, de még az itt ülők sem vették észre. Tehát én úgy gondolom, hogy semmilyen ilyen nem történt. Ezt sajnos azt kell, hogy lássam, és ez volt, ameddig vissza tudtam vezetni, ezt, hogy milyen hírt hozott ez az esemény a városra, ennek, ha nem is egy személy felelőse van, de valahol ott van a felelőssége, aki ezt a hírt, közleményt eljuttatta a hiradó.hu-hoz, a Magyar Távirati Irodához, ami történetesen az önkormányzati MT-is honlapon jelent meg, rögtön legelőször. Tehát ez erről való hír. Én úgy gondolom, hogy valahol ott volt a gond. És ha azt keresik, hogy Karcagnak miért lesz rosszabb a hírneve, akkor mit kell tennünk? Egy, az ilyen rossz és mások által rossznak értékelt akciót nem kürtölni világgá. A másik, hogyha például van, amiről képviselő úr is beszél, egy rossz esemény a városban, akkor azt megelőzni, például a bűncselekményeket, mert a város hírét csak ezzel tudjuk öregbíteni. Az, hogy mi hangzik el a politikai téren, valóban nem szabadna, hogy a város hírnevének a csatározásaival vonuljon be így a köztudatba. Tehát én úgy gondolom, hogy azoktól a közeljövőben is tartózkodni kell. Tehát én úgy gondolom, hogy és azt mindig visszautasítottuk határozottan, hogy ez egy megzavarás lett volna. És ezt szerintem valóban érdemes lesz lassan lezárni, bár valljuk meg őszintén, lehet, hogy sokunknak nem, de egyébként hálás téma, akár unosuntalan tudunk erről mindannyian beszélni, pro-kontra érvelni. Még azt se tudjuk egyébként, mi az igazság ebben, tudunk egy történeti tényállás, mi történt az ünnepségen, mi volt az újságban, mi lett a bírósági eljárás végeredménye, aztán ki tudja, hogy ennek utána mi lesz majd valaha egyszer a végeredménye, végsősorban nem mi ítéljük meg, a város lakói, meg majd a történelem fogja ezt megítélni, hogy mi volt a helyes, illetve
mi lett volna a követendő út. Tehát én magamat is, de az összes képviselőtársamat egy kicsit most már önmérsékletre próbálom ebben az ügyben szorítani. Próbáljunk koncentrálni a munkára, ami pedig az, hogy ki milyen, mi sértődik meg. Képviselő nagyon jól mondta, van egy határ, amit el kell tűrni. Tehát amit Karcagy Nagy Zoltán képviselő úr is mondott, hogy rossz néven vettek emberek bizonyos megjegyzéseket. Képviselő úr, nagyon sok mindent én is rossz néven vettem, de én azt szoktam erre mondani, hogy attól fogadok el ilyen kritikát, akiben én megbízok, hogy ilyen kritikát adhat. Tehát ne haragudjon, hogy én nem sértődtem meg esetleg az önök ilyen kifejezésein, kijelentésein. Nem azt mondom, hogy nem érdekelt, de nem biztos, hogy önöktől fogadom ezt el. Javaslom a hasonló módon gyakorolni ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kovács Sándor képviselő úrnak adom el a szót. Tisztelt polgármester úr, tényleg nem akarok visszatérni sem az önkormányzat, sem polgármester úr türelmével, de azért kicsit kikérem magamnak, hogy valaki ezt a pert, ezt az ügyet, én ugyan nem vagyok Freudnak a nagy híve, hogy kinek, mik jutnak eszébe, vagy miért, hogy lány primadonna vitáinak. Én hát az a helyzet, hogy én ajánlom képviselő úrnak, hogy valamelyik karcagi kocsmába, ha van bátorsága, menjen már el, és ott szidja és rágalmazza valakinek a felmenőit. És ha van bátorság, akkor várja meg, hogy mi lesz ennek az eredmény. Ez nem lány primadonna dolog, ez becsületbeli dolog, hogyha valakinek alaptanulul rágalmazzák a szüleit vagy a felmenőit. Mondom, ha van bátorsága, tegyen egy karcagi kocsmába egy próbát, hogy milyen az, hogyha valakinek a szüleit szidják. És mi erre egy becsületes, önérzetes embernek a reakciói. Ez nem lány primadonnáknak a vitája, hanem egy becsületbeli ügy. És ennek a becsületbeli ügynek itt egy nagyon finom lezárása történt ezzel a dologgal, hogy én elfogadtam a bocsánat kérést, és nem mentem tovább ebbe az ügybe. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van-e további hozzászólás, kérdés ebben a témában, vagy más témában? Akkor a vitát lezárom. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, ahogy azt megígérte annak idején Kovács Sándor képviselőtársunk, valóban a bírósághoz fordult, és azt is megígérte, hogy amikor a bíróságnak megszületik a döntés, akkor tájékoztat bennünket erről a dologról. Most érkezett ez a pillanat el. Nekem is egy viszonylag friss hír volt, amikor erről tudomást szereztem, mi történt a bíróságon. Mindenkinek a hozzászólására nem szeretnék reagálni, de azért tessenek megengedni néhány gondolatot. Egy biztos, hogy valóban bármennyire is voltak itt Karcagon és más településeken is, ez természetes dolog, politikai csatározások. Itt ezen a településen, Karcagon még soha nem fordult elő az, hogy ezek a politikai csatározások megelőzzenek egy nemzeti ünnepet egy újság kapcsán. Egy újsághír kapcsán, amiről kiderül aztán, hogy teljesen alaptalan, tehát nem igaz. Arra sem volt még példa, hogy ennek folyamányaképpen természetesen, mert nagyon naívnak kellene ahhoz lenni, hogy ne lássuk az összefüggéseket, vagy bárki ne lássa az összefüggést, hogy bizonyos beöltözött emberek jöttek ide a ünnepi önkormányzati ülésre, utalva az újságban megjelent cikkre a feltartott táblájukkal. Mindenki tudta, hogy mi a célja a megjelenteknek ezzel a dologgal. Az megint természetes dolog, hogy nem vették észre sokan, hiszen nem ide állt ki a táblatartó, hanem ott sunyított hátul. A hátsó ajtó jött be, és ott sunyogott hátul a terem végében. Csak ezért nem vették észre, és lehet, hogyha ide állt volna, akkor úgy állt volna, mint az az ember, akit emlegetett Kovács Sándor képviselő úr, hogy bemegy a kocsmába, és szídja valakinek anyját, apját. Hölgyeim és uraim, a választott grémiumok, a testületek, legyen az országgyűlés, megyei testület, vagy akár helyi testületek is, nem biztos, és biztos, hogy nem az apácák gyülekezete. De azért valamilyen színvonalat mindenképpen tartani kell. Az nem megy semmiképpen, hogy hatalomvágyból, politikai haszonszerzés céljából
bárki bármit megengedhessen magának. Egy határvonal van, amit nem szabad túllépni. Ezt hívják akár úgy is, hogy politikai kultúra. Tehát mindenáron való győzni akarás, a mindenáron való másiknak a legyűrése nem ilyen eszközökkel kell, hogy megtörténjen. A kritika az ellenzék részéről egy természetes dolog, hiszen a demokráciában erről szól a történet. Van, aki kormányoz, vagy éppen vezet egy települést, egy olyan réteg van, aki pedig az ellenzéket képviseli. Az ellenzéknek azért nincs megadva az a lehetőség, hogy mások becsületében gázoljon. És mint kiderült, itt a bírósági tárgyaláson sem történt igazmondás minden esetben. Tehát akkor nyugodtan feltételezhetjük, hogy a Jobbik nem mond igazat. És innentől kezdődően felvetődik az emberben a kérdés, hogy higgyünk-e azoknak a kijelentéseknek, azoknak a média felületeknek, az ott megjelent híreknek, amit időnként a lakosság elé tárnak. Meggyőződésem, hogy nem, mint ahogy számtalanszor el is mondtuk már. Valóban én is vártam azt, hogy lesz annyi lelki erejük, intelligenciájuk, hogy fölállnak és azt mondják, hogy bocsánat, ezt rosszul gondoltuk, és nem így kellett volna. Én nem veszem személyes sértésnek természetesen. Itt a város egészét tetszettek ezzel a megmozdulással megsérteni, meggyőződésem. És majd a választók el is fogják dönteni, hogy hogy fognak erre reagálni. Annak idején. Ebbe is biztos vagyok. Köszönöm szépen. Van-e további jelentkezés? Ha nincs, akkor térjünk rá a napi rendi pontok megtárgyalására. Tisztelt képviselőtestület, első napi rendi pontunk, előterjesztés az Alföld Szigetérségi Turisztikai Egyesület által benyújtandó a helyi és térségi turisztikai destinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése tárgyú EAO 2.1.3 kötőjel 12 számú pályázatban való közreműködésre. Tisztelt képviselőtestület, mind a gazdasági tanácsadó testületülésen, mind gondolom, hogy a szakbizottságon megtárgyalásra került ez a napirendi pont. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban? Javaslom dr. Lukács László képviselő úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Ezt a napirendi pontot már korábban a gazdasági tanácsadó testület ülésen megtárgyaltuk, és én akkor is kifejeztem ezzel kapcsolatosan az ellenvéleményemet, amit gondolom, hogy most is fontos, hogy kifejezzek, ami nem annak szól, amekkora összeggel a város ehhez hozzá fog járulni, hiszen egy város költségvetéséből nem tűnik nagy összegnek, igen, fontos összeg is a mindennapi emberek számára, azért ez nagy összegnek minősül, ez a közel 376 000 forintos hozzájárás, amit tennünk kell. Itt az alapvető gond, amit én szerettem volna, hogy jelezzek, és nincs is jobb fórum erre, mint hogy olyan helyen jelezzem, ahol egy többségben fideszes önkormányzat van, ahol a megyei közgyűlés elnöke ül, ahonnan korábbról miniszterek származnak. Én azt szeretném hangsúlyozni ezzel, ami az előttünk lévő pont, hogy rossz irányba haradnak ezzel a pályázatok és az országos pályázatok, és akkor rátérek, hogy miért. Ebben a napirendi pontban gyakorlatilag arról kell döntenünk, hogy az önkormányzat támogatja-e az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesületnek a tevékenységét és az egyik olyan pályázatát, amelyben új honlapot, illetve foglalási felületet kívánnak létrehozni állami pályázati pénzből, aminek 50 millió forintos ugye, pályázati forrás nyílik meg ezáltal. Ebben nem az a gond, hogy az állam ad pénzt, hanem az a gond, hogy mire adja az állam a pénzt. Ezek a turisztikai egyesületek, vagy hát más néven TDM, turisztikai destinációs menedzsment, ha jól mondom, egyesületek gyakorlatilag szét elburjánoztak az országban. Utána néztem, mert kíváncsi voltam, mennyi van, 77 darab van. Tehát most úgy tűnik, hogy ez az egyesület is, hogy turistákat csalogasson a régiónkba, akár az egész megyébe, vagy ebbe a úgymond alföldi térségbe,
az most ugyanúgy harcba száll azzal, hogy egy jó honlappal csábítsa a turistákat, mint az összes többi 76 ilyen egyesület. És hát én szentül hiszem, hogy ennek a térségnek bár nagyon fontos turisztikai kincsei vannak, és fontos természeti és társadalmi értékei vannak, de nem a turisztika lesz a kitörési pontja, hanem valami teljesen más terület, ami egyelőre még a mezőgazdaságban kell, hogy keressük. Tehát én azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy önmagában ez a projekt bár támogatható, de ideje lenne jelezni az ország vezetése felé, hogy azokat a pénzeket, amit az ország, illetve az egyes megyék vagy egyes területek el tudnak költeni, valóban olyan helyen költsék már el, ami bevétel növekedést fog, vagy bármilyen fajta növekedést fog eredményezni. Én úgy gondolom, hogy bár a turizmusban fog ilyet, de pont most olvastam a Karcagváros önkormányzatának a helyi adórendszerének a kialakításában, hogy bizony rosszul állunk turisztikai adó területén. Az azt jelenti, kevés sajnos a turista jelenleg. Valóban ezen javítani kell, de ez nem lesz kitörési pont. Tehát megyei elnök úrnak is azt tudom mondani, illetve annak, akik egyébként ezt hallgatják, de a lakosságnak is, hogy bizony kommunikálni kell azt a központ felé, hogy nem jó így a pénzelosztás, és lehetőséget kell adni más forrásokra, más területeken forrásokra, hogy ez a környék fejlődni tudjon. És voltunk páran, azt hiszem, képviselők a GTT-n, akik kimondva kimondatlanul azért ezzel egyetértettek, és amikor bizony a mezőgazdaság szó elhangzott, akkor sűrű bólogatásban törtek ki és fejezték ki az egyetértésüket. Ismervén a probléma lényegét, teljesen mindegy, hogy igennel vagy nemmel szavaznánk. Én úgy gondolom, hogy most ez az irányvonal nem megfelelő, ami ez a napirendi pont képvisel, és fel kell emelnünk mindenkinek a szavát, hogy nagyon jó a turisztika, őrizzük meg a saját medrében, viszont komoly fejlesztések kellnek más területekre. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást. Van-e további kérdés, jelentkezés? Kovács Sándor képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Én bevallom őszintén, én már régen foglalkozok a megyei turisztikai marketing egyesületnek a megalapításával, és én a születésétől kezdve több ülésén is ott voltam, és azt kell látnom, hogy hiába dolgoztunk ezen, hiába próbáltuk megértetni sok emberre, hogy mi ennek a lényege, azt kell tapasztalnom, hogy itt a karcagi önkormányzati képviselők sem tudják, hogy mi ennek a lényege, és igazából nagyon sejtésük sincs a dologról. Mert persze igaz az, hogy költeni kellene a mezőgazdaságra. De hát költeni kéne az egészségügyre is. Azt nem lehet azt mondani, hogy most csak a mezőgazdaságra költünk, egészségügyre nem költünk. Költünk az egyik gyerekre, de nem költünk a másikra. Ezt a helyes arányt kell megtalálni. És Karcagnak 370 ezer forint arra, hogy város marketinget csináljon, ennél jobb üzlet mostanában nincs. Mert hogyha mi próbálnánk megismertetni a város értékeit, mert hányan tudják azt, most már szerencsére egyre többen, hogy kitűnő a karcagi birkapörkölt, hogy Karcagon kölesből készült kitűnő ételek vannak. Hányan ismerik a csodálatosan felújított, szinte működőképes szélmalmot? Nagyon kevesen. Vannak olyan értékeink, amiket meg kell mutatni. És nem állandóan ez, hogy mennyi pénzt hoz, mennyi hasznot hoz. Ez egy elég érdekes felfogás képviselő úrtól, nem mindig ezt kell figyelni. Mert nem mindig azért akarjuk megmutatni az értékünket, hogy ezen pénzt keressünk. Ez egy másik történet. Hanem meg akarjuk mutatni azért is az értékeinket, amire büszkék vagyunk, és ez a honlapnak a létrehozása, ami több megyei értékkel együtt be tudja mutatni akár Karcagot is, mindenképpen megéri. És hát el kell felejteni azt az ideológiát, vagy azt a gondolatot, hogy csak olyat szabad csinálni, ami pénzt hoz, ami hasznot hoz. Vannak ilyenek, akiket ez foglalkoztat. De én arra vagyok büszke, hogy a karcagi nem csak ilyen. Nekik vannak elvei, vannak egyéb értékei, és nem csak a hasznot látja, hanem hogyha valami szép és jó Karcagon, amire büszkék is lehetünk, az be is akarja mutatni, meg is akarja mutatni a világnak. Hiszen azt mondjuk, hogy kit érdekel a puszta. Ha valaki megnézi a pusztát, az nekünk nem hoz hasznot. Azon nem keresünk pénzt, nincs bevételünk. De mi büszke vagyunk, hogy ilyen a táj. Ha valakinek eldicsekedjük, hogy milyen szép az Ádorhíd, hogy milyen különleges, hogy egy régi híd szárazon áll. Mennyi bevételt hozott az önkormányzatnak? Semennyit. Mégis felújítottuk. Mennyi bevételt hoz akár a szélmalom? Minimálisat.
de mégis fel lett újítva, és a karcagi ember büszke rá. És ezt meg kell mutatni, azt, amire büszkének vagyunk, és el kell felejteni csak azt, hogy csak olyat csináljunk, ami hasznot hoz, ezt csinálják mások helyettünk. Ügyesen, jó, rosszul, ez az ő mentalitásuk, az ő hajlamuk, de egy kicsit gondolkozzunk másképp is. Mutassuk meg a világnak, akár egy ilyen honlapon keresztül, hogy vannak Karcagon értékek, és hogyha valaki ide akar jönni Karcagra, akkor büszkén tudjuk neki megmutatni, hogy ez nem egy poros kisváros. Itt nagyon szép és értékes dolgok vannak, és ez a csatlakozás ehhez az egyesülethez, ennek az egyik lehetősége. És több település is csatlakozik ehhez, és lehet, hogy 70 valahány van az országban, de a megyében csak ez az egyetlen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, jelentkezés? Ez a napirendhez. Molnár Pál képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim. Én Kovács Sándor képviselőtársamnak azért szeretném elmondani, hogy vannak azért képviselők, és én is úgy érzem, hogy közéjük tartozok, akik értik, hogy miről van szó, de én úgy gondolom, hogy képviselőtársam, nem is a frakciótársaira utalt azzal, hogy nem értik, hogy miről is szólna ez az előterjesztés. Tehát értjük, hogy miről van szó, a gazdasági tanácsadó testületen átbeszéltük ezt, és én csak bízni tudok abban, hogy körülbelül a Jobbiknak is ekkora képviseltsége, mint ez az összeg, ami erről szól, ez az előterjesztés. 376 ezer forintról szól az előterjesztés, erről vitatkozunk. Ha annyit nem ér meg a karcagi képviselőknek, választott vagy listás képviselőknek, hogy ezzel az összeggel hozzájáruljunk, hogy Karcag lehetőséget kapjon arra, hogy bizonyos forrásokhoz népszerűségre szert tegyen, akkor kérem szépen tegyék a szívükre a kezüket, és akkor ne szavazzák meg. Természetesen én meg fogom ezt az előterjesztést szavazni, egyetértve azzal, hogy a mezőgazdaságban is nagyon sok olyan terület van, ahol még lehetne fejleszteni, de szeretném Lukács László képviselőtársamnak azt elmondani, hogy pont az ő pártja országosan az, aki többször elmondta, hogy ki kell lépni az Európai Unióból. Abból az Európai Unióból, ahol a legnagyobb támogatási fejezet a mezőgazdaságot érinti, Magyarországon 350 milliárd forint összegű támogatástól esnének el a gazdák, és ezt mondjuk el. Mondja ezt egy olyan országgyűlési képviselő a parlamentbe, aki szerintem a búzát az árpától nem tudja megkülönböztetni, és döntést akar hozni a magyar gazdákról. Tehát én nagyon-nagyon ellene lennék annak is, hogy kilépjünk az Európai Unióból, de valamennyi gazda, aki termeléssel foglalkozik, és tudja azt, hogy mit jelentenek az Európai Uniós támogatások, ellenezni ezt a döntést. Tévhit az, hogyha kilépnénk az Unióból, akkor a búza világpiaci árát, a mi 1,1 millió hektáros búzavetésünkkel befolyásolni tudnánk. Nem változnának az árak, mindössze annyi lenne, hogy 350 milliárddal kevesebb pénz áramolna a mezőgazdaságba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. Van a további jelentkezés. Dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester. Szívem mélyéről beszélt valahol Kovács Sándor képviselőtársam, és javaslom, hogy ezt a gondolatát, hogy felejtsük el a pénzügyi ideológiát, illetve azt, hogyha valami nem hoz pénzt, akkor azt el kell adni, vagy attól meg kell szabadulni, meg nem lehet még csak pénzben gondolkozni. Én javaslom, hogy lesz nekünk egy olyan napirendi pontunk, ami a zárt ülést fog képezni, ami a kemping bérbeadásáról fog szólni. Lehet, hogy érdemes lenne azt a kempinget mégsem bérbe adni, hanem magunknak megtartani, mert mégis milyen jó lenne, hogyha az karcagi kemping lenne, és a mi értékünk lenne, és esetleg nem kétes vállalkozók, esetleg valamilyen módon a színvonalat csökkentenik, vagy rosszabb lenne. Tehát én javaslom, hogy azt például kart-kartból megszavazhatjuk mind a ketten, hogy ne adjuk bérbe, hiszen az ön ideológiában ez nagyon, nagyon jól odavág. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a szavazás végeredmény. Nyilvánvalóan zárt ülés lesz, arról már beszélni nem nagyon tudok majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maradjunk a turisztikánál. Van-e további hozzász? Andrássy András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen ezt, úr polgármester úr. Én nekem annyi hozzáfűzni való lenne, és ezt a GTT-t is elmondtam. Hogy kérjem már meg képviselőt, hogy picit távolabb tartsa a mikrofont, mert nagyon rosszul lehet hallani. Egyébként sem jó a hangom. Tehát én nekem az a meglátásom, hogy jelen pillanatban is van a városnak egy olyan marketingje, és amivel ismertetjük a szépségeit, meg a lehetőségét. Én legalábbis találkozok vele kiadványokkal, honlappal,
és szép, és jó, és onnan gyakorlatilag én megtudok mindent, amit erről a városról és a lehetőségekről, a látványokról megtudható. Én nekem annyi a kifogásom ezzel kapcsolatban igazából, hogy ha van egy jól működő dolog, és ugye ez egy jól működő dolog, arra ilyen nehéz gazdasági helyzetben viszonylag kisebb összeget is. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül szükséges rákölteni. Tehát azt mondom, hogy ha elkerülhető, el kéne kerülni. Ha még akkor is, ha ez kicsi ez az összeg. Tehát ha valami jól működik, ahhoz nem mondom, hogy ne tegyünk még egy lapáttal, de ha lehet másra fordítani, én úgy gondolom fordítanánk inkább ezt másra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van a további jelentkezés. Viszont a képviselőtestület, ahogy a sok érdekesség hangzott el kezdetnek ezt, hogy mondjam. Ahogy a GTT-n is említettem, és most sem fogom ezt eltagadni, annak idején, amikor először megismerkedtem ezzel a programmal, magam is szkeptikus voltam, hogy lesz ebből valami jó dolog, hogy hasznosíthatják a települések. A megyei közgyűlésen többször tárgyaltuk már ezt a témát, és én bizony leültem szakemberekkel, hogy győzzenek meg arról, hogy ez hasznos, nem csak Karcagot érintve, hanem a megye többi települését is. Nos, be kellett látnom, hogy igazuk van. Tehát végül is lehet azt mondani, hogy ez sok pénz, vagy kevés pénz. Itt most hagyjuk a pénzt, mert azt mondom, hogy a Szolnok megyei Néplapnak egy oldalának a hirdetési ára többe kerül egy alkalommal, mint ez a dolog, akkor azt hiszem, hogy igazat mondok. A marketing munka a turisztikában rendkívül fontos. Valóban sok szép kiadványunk van, sok olyan megjelenési formánk, ami már bemutatja városunkat, városunk környékét, felhívva és csalogatva az ide látogató turistákat. Azt csak zárójelben jegyzem meg, és most visszatérek megint az összeghez, hogy sokkal többbe kerül az a városnak, mint ez a megjelenési forma, és ez a megjelenési lehetőség, ami számunkra rendelkezésre fog állni, hogyha csatlakozunk ehhez a pályázathoz, illetve majd ezen keresztül pályázhatunk még nagyon sok mindenre. A turisztika az egy csalogatás. A marketing az nem elhanyagolható, nagyon-nagyon fontos része. Nem lehet elégszer bemutatni a településeket, a tájakat, ha csak feltetszenek kapcsolni a televíziót, naponta órákra menő időkeret van, amikor bemutatnak egy-egy tájegységet. Ha ebből kimaradunk, le fogunk maradni, meggyőződésem. Tehát még egyszer mondom, én magam is egy kicsikét úgy óckodva álltam először hozzá, de amikor mögé láttam és rájöttem, hogy miről van szó, akkor azt kell mondjam, hogy nem szabad ebből a dologból kimaradnunk. Ez az összeg nem akkora összeg, hogy ne érné meg csatlakoznunk, és hogyha nem csatlakozunk, el fognak mellettünk száguldani a környékbeli települések, vagy a környékbeli megyék. A Jászta-Tyúszolnok megye, mint megye, sajnos nem rendelkezik olyan kiemelkedő turisztikai látványosságokkal, mint szerencsésebb megyék, ahol hegyek vannak, tavak vannak, ugye itt a Tisza-tó áll rendelkezésünkre, de az is csak néhány településnek, egy bizonyos régiónak ad lehetőséget a turisták csalogatására. A megye nagyobb része se hegyekkel, se tavakkal, se folyóvizekkel nem rendelkezik, pedig értékek találhatók azokon a településeken is, amit érdemes megmutatni, érdemes oda hívni a látogatókat. Ezt csak marketing munkával lehet megtenni. Tehát még egyszer mondom, dőreség lenne ebből kimaradni. Dőreség lenne csak úgy gondolkozni, hogy ez is elhangzott, hogy csak egy zsebbe rakjunk, nem lehet csak egy dolgot fejleszteni. Gyakorlatilag egy településen mindent kell fejleszteni, az anyagi lehetőségek figyelembevételével természetesen is arányosítva. Tehát én mindenképpen elfogadásra javaslom ezt az előterjesztést. Kovács Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt önkormányzat úr, és én elnézést kérek polgármester úrtól, többet nem fogok
fog előfordulni, hogy polgármester úr után kérjek szót, hiszen ön összefoglalja és levezeti a vitát, de eszembe jutott egy nagyon tanulságos történet, ami pontosan ide illik erre a dologra. Én ezt Ruzicska Ferenc általam nagyon tisztelt helytörténeti kutatótól hallottam ezt a történetet, és kicsit déjà vu érzésem volt. Hogy Karcagon ilyen vita már többször előfordult, ez körülbelül 150 évvel ezelőtt fordult elő az ilyen típusú vita, karcagi képviselőtestület ülésen akkor tanácsnak hívták, ami arról szólt, hogy Karcagon legyen közvilágítás. És hát volt egy társaság, aki azt mondta, hogy felesleges közvilágítást csinálni, felesleges erre pénzt kidobni, hiszen másra is kell a pénz, meg hát becsületes ember már sötétedés után ne bóklászol az utcán. Tehát azért volt déjà vu érzésem, hogy ezt el kellett mondanom, hogy ilyen volt már Karcagon, ilyen emberek voltak már Karcagon, akik azt mondták, hogy felesleges ilyesmire költeni, van egyéb dolgunk elég, van egyéb, amire kell költeni, aztán mégis lett közvilágítás Karcagon, aszfaltozott utak is lettek, vezetékes ivővíz is, de mindig vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy felesleges költeni rá, költsünk valami másra. Köszönöm szépen, elnézést, ezt kellett elmondanom. Köszönjük szépen, egy kis történelmet is tanultunk akkor. Jelenkezést nem látok, szavazzunk, aki tudja támogatni az előterjesztés jelezze. Igen, nem, tartózkodás, két tartózkodással a testület elfogadta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunkra térjünk rá. Előterjesztés, beruházási munkálatok megrendelése a Karcagi Erőforrás Kft-től. Két darab határozati javaslattal találkozunk az írott anyagban, hiszen két munkáról van szó. Az egyik a volt laktanya kerítésének az áthelyezése, építkezési munkálatok miatt van erre szükség, illetve a Széchenyi sugárút 45 szám alatti ingatlanon az elektromos áram bekötése szabványosítására szükség van. Gondolom, hogy veszélyessé vált, és ezt mindenképpen meg kell lépni. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Kérdés, hozzászólás van-e? Jelenkezést nem látok, akkor először döntsünk a volt laktanya kerítésének áthelyezési munkálatainak megrendeléséről. Aki tudja támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Valamint a Széchenyi sugárút 45 szám alatti lakások elektromos áram bekötése szabványosan történő kialakításának a megrendeléséről. Aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk, előterjesztés a Városi Önkormányzat Városgondnoksága tulajdonában lévő Mercedes-Benz tehergépjármű elidegenítéséről. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, erről is volt szó több grémiumon már, azért nem szeretném különösebbképpen taglalni, egy szippantó autóról van szó, egy nagyon jó karban lévő szippantó autóról, ami föl lett értékelve 14 millió 300 ezer forintra. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban? Döntsünk az elidegenítésről, aki támogatja el az igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangúra került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk, előterjesztés a Karcag tilalmas területén levő élő lakosság ivóvíz minőségű vízzel történő ellátásáról. Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, ahogy tudjuk, ott egy kút, fúrott kútból történik a lakosság vízellátása, az Unió legújabb szabványainak ez végérvényesen nem felel meg, az ivóvíz ellátási kötelezettsége az önkormányzatnak megvan. A megfelelő grémiumon, a GTT-n több változatot is kaptunk, hogy melyiket válasszuk a lehetséges jó minőségű ivóvízzel történő ellátásról. Az előterjesztés erről szól, és a palackozott ivóvízről történő ellátásról döntött a gazdasági tanácsadó testület. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, jelenkezés. Látok, Karcagy Bezza után képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő testület. A testület ülést megelőzően a pénzügyi
Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságon téma volt ez az előterjesztés, és olyan döntés született a bizottsági munka során, hogy az anyagban szereplő 2013 évre jelzett 4 millió 900 ezer forintot egyelőre kivettük a határozati javaslatból, és csak a 2012-es 515.410 forint összegű támogatást szavazta meg a bizottság. Így a harmadik pontban a 2013-ban költségvetési rendelet tervezetben való beépítését is kihúztuk, és egyúttal a hivatal föl lett kérve arra, hogy a távolabbi jövőt illetően, tehát nem ezt az évet, hanem a következő évet, valamilyen olcsóbb megoldásnak a lehetőségét kutassa ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan azért döntött így a bizottság, mert hogy a TRV fogja átvenni az ivóvízellátását rövid időn belül, és ez az adat ebben az anyagban így okafogyottá válik. A 2012-es évre döntsünk mindössze, és utána a feladat nem a miénk lesz. Javaslom valóban ezeknek az adatoknak a kihúzását az anyagból. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Az ivóvízellátást meg kell biztosítanunk kell természetesen, akkor ezzel a bizonyos palackos eljárással fogjuk ezt megtenni, 2012 évre kötelezzük el magunkat. Aki tudja támogatni, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Jelenkezést nem látok, így szavazásra teszem a következő használati javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület nem tekinti kizáró oknak Kovácsné Kerekes Katalin képviselő személyes érintettségét, és a képviselőt a döntéshozatalban nem zárja ki, úgy készfeltartással jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Tehát a hetedik napirendi pontunk. Előterjesztés a Dérini Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatójának megbízásának módosításáról. Az írásos anyag abszolút egyértelmű, vitára bocsájtom. Van-e kérdés, hozzászólás? Jelenkezést nem látom. A napirend kapcsán azért azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy nagyon sok pályázat kapcsán a különböző, úgymond nem karcagi cégek előszeretettel bombázzák a képviselőtestületet, vagy a pályázatokat azzal, hogy a saját embereiket rakják előtérbe. És ez az előterjesztés is például azt a célt szolgálja, hogy ez ne így történjen. Legutóbb is elindult egy olyan nagyon-nagyon hasznos pályázat, ami az ifjúsággal foglalkozik itt a városunkban, és komoly erőfeszítéseket kellett megtennem ahhoz, hogy ne más településekről érkező emberek vegyenek ebből ki pénzt lehetőség szerint, és arassák le a hasznot. Azon vagyok, és én kérem a képviselő társaimat pártoktól függetlenül, hogy ők is azon legyenek, hogy lehetőség szerint, ha van karcagi szakember, aki a legkülönbözőbb pályázatokban részt vehet, és ezért akár anyagi juttatás is jár, mert hogy a munkavégzést általában a pályázatban finanszírozni szokták, akkor tessenek hasonlóképpen így gondolkozni, mint én, hogy akkor a karcagit juttassuk előnyhöz. Mindenképpen a karcagi munkavállaló kapja meg a munkát, és ne egy más településről érkező. Kivétel természetesen, hogyha karcagon nem lelhető fel olyan szakember, amelyik el tudná végezni a pályázaton belül azt a tevékenységet. Ezt csak úgy szerettem volna hozzáfűzni. Nagyon-nagyon komoly lobbista cégek vannak, akik, ha nem figyel oda a pályázat kiírója vagy az önkormányzat, akkor csúnya szóval szeretnék lenyúlni ezeket a bizonyos pénzeket. Ez csak így.
úgymond jegyzőkönyvön kívül mondtam el, de szeretném, hogyha hasonlóképpen tetszenének gondolkozni. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az előterjesztéshez? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalásának végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkatel szerint 2012. november 29-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e napirendi ponti javaslata valakinek arra az ülésre? Jelentkezést nem látok. Tisztelettel megköszönöm a képviselőtestület tagjának a megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját, érdeklődők figyelmét, televíziónézőknek az érdeklődését, az ülést bezárom.